Első kör az egy picit rumlisnak sikeredett, úgy az én érzésem szerint. Nem voltak tapasztalataink, ugye az autónak is melege volt, és egy pár olyan dolog így jelentkezett, ami egy picit így összezavart, úgyhogy talán a második körbe kezdtünk el letisztulni, még nem vagyunk letisztulva, tehát még nem érzem magamba azt, hogy kvázi tényleg úgy megyünk, ahogy régen mentünk. Jól érezzük magunkat, ez a fő célunk, úgyhogy az első napon túl vagyunk, és eddig minden oké. Egyre nehezettek a körülmények, főleg ez a második kör azért ez egyre nehezebb volt, hogy abroncsot is váltottunk, mert ugye vártuk azt, hogy lesz egy tiszta nyom, emiatt azért teljesen más stílusba kellett menni. Gyorsult a pálya, de nem lehetett annyira ralizni rajta, mert gyakorlatilag ha lekapott a hátulja nyomból, onnantól kezdve ilyen kalandossá vált a történet, és a Hegyesdi pályának egy túlnyomó részén azért voltak karuk. Egy tökéletes hétvége volt, nagyon köszönjük mindenkinek, aki ennek az egésznek a létrejöttét segítette. Az Euroszolnak is egy nagyon jó autó volt, és sikerült lábon tartani, úgyhogy perfekt nyári kikapcsolódás volt, köszönjük szépen!